Videófelvételt készítek, erről a nagyon szép megkímélt állapotú Denon DCD 335-ös CD lejátszóról. A régi, nagyon karcos lemezeket is játsza, illusztrálom a lemez állapotát, tiszta karc a lemez, és nem gond neki, pedig egy 1000 éves CD. Elnézést, viszonyítom azért, hogy lásd a gyári távirányítóról minden funkciója tökéletesen működik. A távirányítójának annyi kis hibája van, esztétikai, hogy az ellentartó részed nagyon minimálisat eláll. De nem esik le, szóval jó így is, csak valamiért eláll, nem tudom miért. Lehet, hogy fő volt benne dagadva ellen, és az nyomta meg. A CD-t, hogyha úgy indítjuk el a távirányítóról, hogy mondjuk megnyomom a kettes gombot, akkor a kettes számmal rögtön becsuk, pillanat alatt beolvassa, és már játssza is a CD-lemezt. A nagyon karcos lemezeket is játssza. Az összes tudása tulajdonképpen a távirányítón elérhető. Ami még fontos a készülékben, hogy nagyon jó mintavételezéssel dolgozik. Ez a AMNS, ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy biztonságos lejátszást tud biztosítani, még hogyha az asztalt ütögetem, vagy valami, akkor se hibázik. Még a másik CD-kebe már ilyenkor hibázni szoktak. Pedig nagyon karcos lemezről van szó. Rendkívül gyors, megnyomom a 9-es tréket, rögtön rámegy, és teljesen hibátlan a lejátszása. Visszafele ugyanígy működik. Hát köszönöm szépen, hogy megtekintetted róla készült videófelvételemet. Tényleg végig kísérlem, hogy lásd, hogy remek állapotban van a CD lejátszó. Teteje is. Hát ebben nem fog csalódni. Nagy felbontású képekkel illusztrálni fogom meg a készüléket. Köszönöm szépen, hogy megtekintetted róla készült videófelvételem.